Ahogy az török Brigitta kolléganőm korra reggel már felvezette, beszélgetünk a mai műsorban az eljárási jogi módosításról is. Ezügyben vendégem Dorosz Dávid az LMP részéről. Jó Hallottuk az ügyvéd véleményét, Magyar György úgy nyilatkozott, hogy ő elfogadhatatlannak tartja azt, hogy 48 órán keresztül ne tudjon kapcsolatba lépni a védencével, és ezügyben meg is teszi a megfelelő lépéseket, hogyha ilyen, ilyen fajta falba ütközik. Ez ugye nem volt számomra teljesen egyértelmű, de azt hiszem, hogy ez csak bizonyos kiemelt bűncselekményekre vonatkozik, ugye, ami a tegnap esti hírekből hallott változtatás. Mégis mit szól ez az RMP? Mi már tegnap bejelentettük azt, hogy amennyiben a parlament a zárószavazáson elfogadja ezt a valóban felháborító és közép-afrikai országok színvonalára emlékeztető törvényjavaslatot, akkor azt mi alkotmánybíróságnál meg fogjuk támadni, és mivel senátos módon a Fidesz többsége tegnap ezt a javaslatot elfogadta, így aztán, a, ahogy Schmidt Pál államelnök úr alá fogja írni, meg fogjuk támadni az alkotmánybíróságnál, és valóban olyan szabályok vannak ebben a törvényjavaslatban, beleértve a 8 órás ügyvédtől való elzárást, amelyek Európában példátlan szuperjogosítványokat adnak az ügyészségnek, a védők és a bíróságok kárára. Jó, hogy amit tett az Alkotmánybíróságot, oda fordulnak, de hát ugye most már ott sem biztos, hogy olyan fajta támogatás vagy megértése találhatnak. Más mondanék. Én bízom az, ügetlen, az alkotmánybíróságban, és bízom a 15 fős tagságnak a megfelelő szakmai felkészültségében. Szerintem az eset az nagyon egyértelmű. Egyértelműen ütközik ez a törvény, elfogadott törvényjavaslat, mind a mostani, mind a január 1-től hatályos alkotmányjal, és egyértelműen szembe megy Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekkel. Én úgy gondolom, hogy nem kéne azt megvárni, hogy egy konkrét jogsértés kapcsán Strasbourgban feltöröljék a padlót Magyarország és egy újabb nemzetközi megaláztatás szenvedjen el az ország, annak, ez kapcsán, hogy annak kapcsán, hogy ez a törvény teljesen egyértelműen szembe megy a Strasburgi eset joggal is. már elég pofont az Európai Uniótól, igaz, adtunk is egy-két hogy azt tegnap hallottuk Orbán Viktor tegnap előtt. Na no, de visszatérve az ügyre, Másrészt pedig azt mondják, hogy szakmai talán azért indokolt ez a döntés, tehát azzal is indokolják, gondolom én, hogy fontos dolog az, hogy bizonyos kiemelt ügyekben az eredményessége ugye a, a, az ügy megoldásának az nagy nagyrészt abból fakad, hogy az első időszakban még frissiben, a sok hatás alatt az a bűnöző, és itt kiemelten súlyos bűnözőkről van szó, ez fontos kiemelni, az esetleg megtörik, és még mielőtt tájékozódna a kiskapuk és a kibúvók felől, hát esetleg sarokba szorítva őt életből olyan információkat, amelyek az ügy megoldását szolgálják. Ez a nemzeti cinizmus rendszerének újabb a, fantasztikus húzása, hiszen azok érvelnek az eljárások gyorsítása és eredményesebb étételem mellett, akik néhány hónappal ezelőtt kényszernyugdíjba küldtek 300 bírót, és ezzel egyetlen dolgot értek el, hogy körülbelül 40 ezer ügyet 3-4 évvel tovább kell tárgyalni. Ami pedig a korrupció elleni fellépést illeti, azt pedig a felderítésnél kell megfogni ott kell megfogni, hogy az állami életet, a közigazgatást, az állami pénzek elköltését átláthatóbbá tesszük, nagyobb, nagyobb átláthatóságot biztosítunk az emberek számára, hogy az emberek pontosan tudják, mire, hogyan, milyen döntések alapján, milyen okból költik el pontból, viszont a narancs uralom elmúlt egy éve az éppen, hogy visszafelé vitte ezeket a dolgokat, nem éppen az átláthatóságot tette a Fidesz kormányzat tevékenysége ja, a tevékenységek közepontjába. A való egyetértést szavai, hogy arra gondolok, hogy Lázár János ugye a politikus bűnözés beszüntetéséről beszélt, végül is itt ugye a korrupcióról van szó, tehát akkor a célban egyetértenek, csak a megvalósítás módjában nem? ez a politikus bűnözés, ez Lázár János a jobbi játszik ezzel. Ezt tőle kell milyen olyan radikális szavazócsoportok vannak, akiknek a kegyét szeretné ezzel elnyerni. A lehet más a politika megalákolása óta a korrupció elleni küzdelmet, ez kiemelt feladatának tartja a magyar politikának, és éppen ezért átláthatósági korrupció ellenes törvényjavaslatok során nyújtottuk be a parlamentnek az elmúlt egy évben. Az más kérdés, hogy a Fidesz -e helyett inkább Rogán Antal vezetésével az offshore lovagoknak szeretne különböző kiskapukat teremteni, hogy ez a tegnapi elfogadott jogszabályokból is kitűnik. Aktuális megkerületetlen téma a hétvégi eseményekkel. Ha már a politikus bűnözésről beszélünk, bár ott nem mondhatjuk még ezt, hogy erről lenne szó, de a vádak ilyenek kapcsolatban a véleménye? Én azt gondolom, hogy az ügyészség csak és kizárólag abban az esetben ilyen nagyon súlyállásnál, hogyha valóban megalapozott bizonyítékai vannak. Ha nincsenek megalapozott bizonyítékai, akkor sokkal rosszabb a helyzet, akkor nagyon, nagyon nagy gondok vannak. Én azt gondolom, hogy az ügyészség megfelelő bizonyítékokkal állt elő, meglátjuk, hogy ez a bíróságok előtt meg fogja állni a helyét. Dorosz Dávid, köszönjük. Köszönöm is. szépen.